Határmenti beruházások, három magyar-ukrán határállomáson kezdődtek fejlesztések, egy több mint 2,3 milliárd forint költségvetésű uniós program segítségével. Érkeznek az oltóanyagok, Szabolcs-Szatmár-Bereg megyébe 59 ezer influenza elleni vakcinát várnak, a gyerekeknek már megérkeztek az oltóanyagok, a felnőttekét 24-én veszik majd át. Változik a magyar élelmiszerkönyv, így kevesebb só, magasabb tartalmú különleges őrlemény lesz a pékárokban, és a jelölések is változnak. Három magyar-ukrán határállomáson kezdődtek fejlesztések egy több mint 2,3 milliárd forint költségvetésű uniós program segítségével. A Kölcsei Televízió iradóját látják, köszöntöm Önöket! A hatékony és biztonságos határ Magyarország és Ukrajna között elnevezésű programban a Bereg-Surányi határátkelő helyen kamionterminált építenek, Záhonynál közös szolgálati helyet létesítenek, Tiszabecsnél az útlevél kezelő fülkéket bővítik. A határ túloldalán, a kárpátaljai Tisza Újlaknál pedig egy ideiglenes vízi határátkelő hely kiépítése is szerepel a tervekben. Így néz ki jelenleg a Bereg-Surányi határállomás magyar oldalán épülő kamionterminál. A munkások éppen az épületek kialakításán és az ahhoz csatlakozó utakon dolgoznak. A beruházás célja, hogy a határállomás alkalmassá váljon a Magyarországról és Ukrajnából érkező kamionok fogadására, valamint tehermentesítse a Záhony-Csapi határátkelőhelyet, amely jelenleg az egyetlen teherforgalmat fogadó átkelő a 133 km hosszú magyar-ukrán határszakaszon. A munkálatok a tervek szerint december közepére fejeződnek be, ekkor kezdi meg működését a határállomás megújult technikai eszközparkja is. A helyiek örülnek a beruházásnak, és elsősorban munkahelyeket remélnek tőle. Sok Bereg-Surányinak ad majd lehetőséget ez a terminál, munkalehetőséget, illetve hát adóforintokban is mindenféleképpen meg fog mutatkozni a településen, ami szintén egy ilyen kis településnek óriási jelentőséggel bír, hisz minden forintnak helye van. Erről függetlenül még akkor a vállalkozás, tehát a további vállalkozások, befektetők is várhatók a településen. Jelen pillanatban is vannak már ez irányú mozgások, megkeresések vállalkozók részéről, akik látnak lehetőséget ebben a bővített nagy határban. A program Záhonyt érintő részében közös magyar-ukrán kapcsolattartási szolgálati helyet alakítanak ki, Tiszabecsnél pedig az útlevél kezelő fülkéket cserélik és bővítik, valamint automata sorompót építenek ki november közepéig. A beruházás a határ túloldalán, a kárpátaljai Tiszaújlaknál egy ideiglenes vízi határátkelő hely létesítésével folytatódhat. A meglévő fejlesztések mellett új határátkelők építését is tervezik a magyar-ukrán határszakaszon, így például Szatmárcsekénél, Tiszakóródnál, vagy itt Nagyhódostán is megnyílhatna az út a határon keresztül. A magyar-román-ukrán hármas határ közelében fekvő Nagyhódosnál már befejeződött az új átkelőhely tervezésére irányuló program. A megvalósításra a külső határok alapelnevezésű projekt segítségével több mint 706 millió forintot fordítanának. A program megvalósítási határideje 2018. június 30-a, tájékoztatott az ORFK kommunikációs szolgálata. Még nincsen a háziorvosoknál, azonban a veszélyeztetett csoportok idén is ingyen kapják majd az influenza elleni védőoltást. Például a várandós nők és a 60 év felettiek. A megyei tisztifőorvos arról tájékoztatta televíziónkat, Szabolcs-Szatmár-Bereg megyébe 59 ezer influenza elleni vakcinát várnak. A gyerekeknek már megérkeztek az oltóanyagok, a felnőttekét 24-én veszik majd át. Látogatási tilalom a Nyíregyházi Józsa András kórházban. A felvételek február közepén készültek, akkor is az influenza miatt rendelték el az intézkedést. A megyei tisztifőorvos azt mondja, érdemes megelőzni a bajt, és még az influenza szezon előtt beadatni a védőoltásokat. Azokat már lehet igényelni a házi orvosoktól, bár a rendelőkben még nincsenek oltóanyagok, hiszen a megyébe eddig csak a három év alatti gyermekeknek készült vakcinák érkeztek meg, a felnőttekét október 24-én veszik majd át. A megyébe várunk felnőttek részére és gyerekek részére is oltóanyagot. 59 ezer érkezik a felnőttek részére, ez a bizonyos 3 fluárt vakcina, illetőleg 250 adag a gyerekeknek
3 éves kor alatti gyerekeknek. Idén is sokan kaphatják térítésmentesen az influenza elleni védőoltást, többek között a várandós nők, a 60 év felettiek és a krónikus betegek. Természetesen az egészségügyi dolgozók, akik ellátják ezeket az embereket, azok is kaphatnak. Ugyanúgy azok, akik baromfi telepen vagy húsüzemben dolgoznak szintén, illetve akik ugye a menekültekkel kapcsolatba kerültek és kerülhettek. Az influenza elleni védőoltás még mindig megosztja a társadalmat. C-vitaminok, teák, gyógyteák, ezek alkalmazásával el szoktuk kerülni a megbetegedéseket. Miután 60 éven felüliek vagyunk és ingyenesen kapunk védőoltást, minden alkalommal beoltatjuk magunkat. Miért tartja ezt fontosnak? Az unokáimon egy nap alatt átmegy a megfázás, nekünk 3 hétig tart. Szerencsés a családom, mert nem igazán influenzások, és nem is szoktunk felvenni ilyen oltást. Mikor a szüleim éltek, akkor ők meg felvették, úgyhogy de nálunk még nem fordult elő. Az egészségügyi szakemberek azt tanácsolják, aki teheti, járjon kevesebbet közösségbe a következő hetekben, ne válasszon tömegközlekedést, és egy nap többször mosson kezet. Ezekkel ugyanis elkerülhetőek az influenzás megbetegedések. Sok a sós pékáru, ezért is módosítják a magyar élelmiszerkönyvet. A Pékszövetség alelnöke televíziónknak azt mondta, a módosítások célja, hogy a fogyasztók tájékozottabbak legyenek, és tudatosabban egészségesebb termékeket vásároljanak. Így kevesebb só, magasabb tartalmú különleges őrlemény lesz a pékárukban, és a jelölések is változnak. Ebben a nyíregyházi pékségben egyre többen keresik az egészségesebb örleményeket tartalmazó, valamint a gluténmentes termékeket is. Az üzlet vezetője szerint a vásárlók egyre tudatosabban keresik a pékárukat, és már nem csak az ár alapján választanak kenyeret vagy péksüteményt. A gyerekek miatt is igyekszem odafigyelni, tehát azért reggelire általában valamilyen kenyeret esznek, és azért örülök, hogyha akkor valami egészséges van bennük. Az élelmiszerkönyv legújabb változásai alapján többek között a búza, a rozs és a korpás kenyérnél magasabb százalékban írják majd elő a különleges örlemények tartalmát. A változás a különböző jelölésekre és a csomagolásra is hatással lesz. Ennek a célja az, hogy a lakosságot tájékoztassuk a termék, sütőipari termékekről. Tudják a lakosok, hogy milyen terméket vásárolnak, ezeknek az összetételét bármikor a kereskedőknél megkérdezhetik. És egy minőségi változás kell, hogy bekövetkezzen a sütőipari termékek tekintetében, hiszen több összetételnek a növekedése következett be a élelmiszerkönyv változásával. Ugye, ami eddig rozsos kenyér volt, például egy 15%-os rozsdicset tartalmazott, ez most az új előírás alapján minimum 30%-ot kell tartalmazni. Lakatos Tibor hozzátette, a változások nem hoznak jelentős többletköltséget a pékségek számára, így a kenyer drágulására nem kell számítani. A változások tényleges bevezetésére fél év türelmi időt kaptak a pékek, a még egészségesebb kenyerek így legkésőbb jövő nyára lehetnek a polcokon. Csökkenteni kell a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében dolgozók jövedelmi elmaradottságait, véli az MSZP-s Veres János. A szocialisták megyei elnöke nyíregyházi tájékoztatóján kiemelte, az utóbbi években tovább nőtt a különbség az országos és a megyei átlag jövedelmek, valamint a nyugdíjak között is. Korábban is volt egy jövedelmi elmaradás a Szabolcsnak az országos átlaghoz képest, azonban ez mostanra még növekvő elmaradást jelent. Úgy gondolom, hogy nagyon fontos, hogy legyen olyan kormányzati intézkedés, amely ezt az elmaradást csökkenteni szándékszik, és érdemben meg is valósítja, hogy ez a bizonyos jövedelmi elmaradás ez csökkenjen, azaz zárkózzon föl a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei emberek jövedelme az országos átlaghoz. A terroristák számára kiskaput jelent, hogy a magyar állam a letelepedési kötvények megvásárlásával bárkit beenged az országba, hangzott el a Jobbik Magyarországért mozgalom sajtótájékoztatóján Nyíregyházán. Gyüle Csaba, a párt országgyűlési képviselője azt mondta, akkor szavazzák meg az alaptörvény módosítását, ha a betelepítések korlátozása minden migránsra vonatkozik, vagyis ha a kormány leállítja a kötvényvásárláshoz kötött betelepítéseket.
A Fidesz-KDNP, illetve az Orbán kormány az elmúlt 3 esztendőben csaknem 8000 embert telepített be a letelepedési államkötvénnyel. Ezek elsősorban kínaiak, több mint 80% a kínai, oroszok, pakisztániak, irániak érkeztek hazánkba. Mi azt gondoljuk, hogy nagyfokú biztonsági kockázatot jelent, hogy ezeket az állam betelepíti Magyarországra, és a legfőbb probléma még emellett az is, hogy ebből az államnak semmilyen haszna nincsen. Súlyos baleset történt ma délután Sényőbel területén. Egy személygépkocsi feltehetően gyorsan hajtott, amikor egy kanyarban fának, szalagkorlátnak ütközött, majd árokba csapódott. Az autó utasai közül 2 súlyos, 2 könnyű sérülés gyanújával szállították kórházba. A gépkocsit vezető fiatalember karcolásokkal megúszta a nem mindennapi esetet. A rendőrök teljes útzár mellett helyszíneltek, a baleset pontos okát eljárás keretében vizsgálják. Még mindig a fa a legkeresettebb fűtőanyag, lignitet viszont alig lehet kapni a tüzépeken. A témáról hamarosan, előtte nézzük, mi lesz még a mai híradóban. Szovjet harckocsikról, temetetlen holttestekről és az egységes magyar népről is szóltak az 56-os forradalom és szabadságharc megélőinek emlékanyagai, mondta televíziónknak Karádi Zsolt főiskolai tanár, aki a korabeli dokumentumokat, visszaemlékezéseket választotta új irodalmi színi rendezésének alapjául. 2 hét szünet után szombaton ismét bajnoki mérkőzést játszik a nyíregyházi kosársuli. Farkasinszki Gyuláni együttese az amatőr nemzeti bajnokság 4. fordulójában Miskolcon az A-csoportos DVTK U23-as csapata ellen lép pályára. Még mindig a fa a legkeresettebb fűtőanyag, lignitet viszont alig lehet kapni a tüzépeken. A szakemberek szerint ennek ellenére fontos, hogy kizárólag a megfelelő fűtőanyagok kerüljenek a kazánokba, ugyanis a kéménybe lerakódott korom és az égéstérből kipattanó szikra fokozottan tűzveszélyes lehet. Éppen a már kiszáradt farönköket darabolják ezen a nyíregyházi tüzépen. Mellette pedig a frissen kivágott fák hasábjait rendezi egy rakodógép. Az idei évben a fűtőtermékek közül még mindig az akác a legkeresettebb, de sokan vásárolnak szenet és lignitet is a tüzép értékesítési vezetője szerint. Aki televíziónknak elmondta, a vásárlók leginkább az olcsó termékeket keresik. Nálunk egy olyan jó 3-4 hete megindult a keresete, hogy bejött az első nagy hideg, illetve egy gondosabb vásárlói kör az már előre megvásárolta magának a téli tüzelőt, hiszen minél szárazabb egy fa, annál jobban lehet vele tüzelni, ha most tűzifáról beszélünk, vagy annál nagyobb a fűtő értéke. Igazából amit keresnek főként az olcsó termékek, közé sorolnám mindenképp a lignitet, ami sajnos hiánycikké alakult ki ez idő alatt, ugyanis a bánya nem ad annyi lignitet már, amire mi szeretnénk. Tehát hetente egy kocsi lignitet kapunk, amiből nem tudunk mindenkit kiszolgálni sajnos. A megyei katasztrófavédelmi igazgatóság arra hívja fel a lakosság figyelmét, hogy a megfelelő fűtőanyag kiválasztása mellett gondoskodjanak a tűzvédelemről is. Mindenképpen megfelelő tüzelőanyag használatát javasoljuk, már csak azért is, mert a lerakódott égéstermékek kéménytüzekhez vezethetnek, illetve mondjuk a vegyes tüzelési kazán esetében, főleg ha ez egy melléképület vagy alaksorban van elhelyezve, a kipattanó szikra tűzveszélyes lehet, tehát a tüzelőanyagot megfelelő távolságra tároljuk és helyezzük el a kazánoktól. Dóka Imre hozzátette, az előző fűtési szezon kezdetétől a mai napig összesen 78 kémény tűz volt a megyénkben, amelyeket minden esetben a lerakódott égés termékek okoztak. Emellett számos tűzeset történt a kazánok környékére kipattanó szikránk miatt is. Szovjet harckocsikról, temetetlen holttestekről és az egységes magyar népről is szóltak az 56-os forradalom és szabadságharc megélőinek emlékanyagai, mondta a szerkesztőségünknek Karádi Zsolt főiskolai tanár, aki a korabeli dokumentumokat, visszaemlékezéseket választotta új irodalmi színi rendezésének alapjául. Félelem érzett 56-ban, a korabeli dokumentumok ezt sem rejtik véka alá, véli Karádi Zsolt, az És nekünk nem szabad feledni című darab rendezője.
A főiskolai tanár 1956 egykori harcosainak, hőseinek és hétköznapi megélőinek visszaemlékezéseit, valamint korabeli verseket tanulmányoz több mint fél éve. 56-os történeti szakmunkákat és visszaemlékezéseket olvastam, képanyagokat néztem. Teljesen megrendítő volt. Én 56. januárjában születtem, tehát én nem voltam, főleg a diákok pedig nem lehettek szemtanúk. Amiket olvastunk és láttunk, teljesen megrázó volt, hiszen úgy tűnt, hogy háború folyt Budapesten. És ezt a háborút akartuk érzékeltetni. A hősöket, az áldozatokat, akik véletlenül lettek hősök, akik tudatosan lettek hősök, akik nem élték túl, és akik túlélték, és emlékeznek, és számunkra is emlékeztetnek, bennünket is emlékeztetnek, és számunkra is átélhetővé teszik a történteket. A színpadon a Móricz Zsigmond Színház művészei és nyíregyházi egyetemisták láthatók, ők mutatják be az 56-os gondolatokat. Ez egy hatalmas munka volt és komoly feladat. Tehát egy olyan ember egy forradalmának a helyzetébe beleélni magamat, megszólaltatni ezt az embert, aki ott volt és mindezeket látta, megélte. Ez azért nem egy könnyű feladat. A darabot ma láthatta a nagy közönség a Művész stúdióban. Két hét szünet után szombaton ismét bajnoki mérkőzést játszik a nyíregyházi kosársuli. Farkasinszky Gyuláni együttese az amatőr nemzeti bajnokság negyedik fordulójában Miskolcon az A csoportos DVTK U23-as csapat ellen lép pályára. Sajátos ritmusban játsza eddigi meccseit a bajnokságban a nyíregyházi kosársuli. 6 hét felkészülést követően 2 nap alatt 2-szer is pályára lépett az NK, és majd következett 2 hét szünet. Újabb meccs, majd újabb 2 hetes szünet, ami a szombati miskolci meccsel zárul. Persze ez az időszak sem a pihenésről szól, Farkasinszky Gyuláni igyekszik a lehető legjobban felkészíteni tanítványait az előttük álló, minden szempontból nehéznek ígérkező összecsapásra. Egy kis keményebb erősítés ugye azért ebben az időszakban belefér, de nagyon sokat nem lehet, mert ugye az utánpótlás az minden hétvégén játssza a mérkőzéseit, tehát innentől kezdve azokon a napokon, amikor nem együtt edzenek, akkor fél bele az egy kicsit a nagyokkal keményebben már, amikor ugye lehet, mert azért itt ez a munkahely, iskola és minden más egyéb betegségek, szalagavatók, stb. Azért maximális behatárolja azt, mikor és kivel hogy fogunk tudni edzeni. Ettől függetlenül készülünk a Diósgyőr ellen, nem lesz egy egyszerű mérkőzés, főleg azért nem, mert ugye ugyanígy idegenben van, és idegenben a Diósgyőr mindig is erős volt. Főleg úgy, hogy utánunk azért ott lesz az ÁS mérkőzés, amire már a szurkolók is ugye hamarabb kijönnek, az ottani közegben azért kosárlabdázni nagyon nehéz. A csapat legrutinosabb játékosa, Farkasinszky Orsolya is nehéz mérkőzése számít, az Európa Kupában is érdekel DVTK U23-as csapata ellen. Hiába fiatal csapatok vannak, illetve nagyon sok helyen történt ugye a fiatalitás, ettől függetlenül nagyon kemény és nagyon nehéz a mezőny. Ugye fent a Vasasnál játszottak most hétvégén, nagyon sokáig kiki meccs volt, aztán a végén végül is a Vasas javára dölt el. Attól is úgy nyilván, hogy kit fognak játszatni, illetve kit nem. De hát azért ők mégis csak egy ácsapattal edzenek, tehát ők tanulnak esetleg mellette, de nem heti 5 edzéssel mennek, mint mi. Tehát nekik azért a kosárlabda valamilyen szinten az elsődleges. Ettől függetlenül természetes, hogy nyernünk kell, nyerni szeretnénk, úgyhogy reméljük, hogy ez így is fog történni. A forduló további párosítása a következő, Vasas Akadémia MTK Budapest, Közszolgálati Egyetem Kecskemét, Kislenke Kosársuli Szeged és Debrecen MAFC. Híradónk végén nézzük a legfontosabb híreket még egyszer néhány mondatban. 3 magyar-ukrán határállomáson kezdődtek fejlesztések egy több mint 2,3 milliárd forint költségvetésű uniós program segítségével. A hatékony és biztonságos határ Magyarország és Ukrajna között elnevezésű programban a Beregsurányi határátkelő helyen kamionterminált építenek. Záhonynál közös szolgálati helyet létesítenek, Tiszabecsnél az útlevélkezelő fülkéket bővítik. A határ túloldalán, a kárpátaljai Tiszaújlaknál pedig egy ideiglenes vízi határátkelőhely kiépítése is szerepel a tervekben. Még nincsen a házi orvosoknál, azonban a veszélyeztetett csoportok idén is ingyen kapják majd az influenza elleni védőoltást, például a várandós nők és a 60 év felettiek. A megyei tiszti főorvos arról tájékoztat a televíziónkat, Szabolcs-Szatmár Bereg megyébe 59 ezer influenza elleni vakcinát várnak. A gyerekeknek már megérkeztek az oltóanyagok, a felnőttekét 24-én veszik majd át.
Sok a sós pékáru, ezért is módosítják a magyar élelmiszerkönyvet. A Pékszövetség alelnöke televíziónknak azt mondta, a módosítások célja, hogy a fogyasztók tájékozottabbak legyenek, és tudatosabban egészségesebb termékeket vásároljanak. Így kevesebb só, magasabb tartalmú különleges örlemény lesz a pékárukban, és a jelölések is változnak. A Kölcsei Televízió iradóját látták október 19-én szerdán. Friss hírekkel legközelebb holnap este várjuk Önöket. Műsorainkért és további hírekért addig is látogassák honlapunkat. Én munkatársaim nevében is köszönöm szépen a figyelmüket. Viszontlátásra! Holnap felhős esős időre van kilátás, egy tőlünk északnyugatra örvénylő ciklon áramlási rendszerében délfelől enyhe és nagy nedvesség tartalmú levegő áramlik fölénk, emiatt ismét csapadékosra fordul időjárásunk. Éjjel borult marad az ég, már az esti órákban egyre több felé ered el az eső, a változó irányú szél gyenge vagy mérsékelt marad, reggelre általában 8 fokig csökken a hőmérséklet. Holnap napközben is felhős lesz az ég, további eső várható. A délkeleti szél helyenként megélénkül, délutánra 10 fokig emelkedik a hőmérséklet, melegfronti hatás érezhető térségünkben. Pénteken és szombaton a nap első felében is folytatódik a borongós esős idő jelentős mennyiségű csapadékkal, szombat délutántól már napos időszakokra is számíthatunk és melegebb levegő érkezik fölénk, emiatt a jövő hét első felében emelkedik a nappali felmelegedés mértéke, de hidegebbek lesznek az éjszakák.